Szikrázó napsütés és az évszaknak megfelelő forróság várta azokat, akik kilátogattak a Dunajvárosi Élményfürdőben szervezett programra, amely az Országos Strandok Éjszakája rendezvénysorozathoz kapcsolódott. Nem mindenki jött azonban kifejezetten a rendezvény miatt, volt, akit egyszerűen csak a kánikula csábított víz közelbe. Egyébként is szoktunk jönni gyakran. Meg most a jó idő miatt is itt vagyunk, de a strandok éjszakájáról kimondottan nem tudtam. Ugyanakkor a látogatók között olyannal is találkoztunk, aki kifejezetten a rendezvény miatt érkezett. Hát az idén most ma vagyunk először itt, de amúgy tavaly sűrűben jártunk, de ugye most korlátozva vannak a lehetőségek, úgyhogy kimondottan azért jöttünk, hogy megnézzük, milyen programok lesznek ma. Az esemény házigazdája Bali Attila volt, aki elmondta, a lehetőségekhez képest mindenképpen arra törekedtek, hogy mindenki jól érezze magát, kikapcsolódhasson. Éjszakai fürdőzés, sajnos csak 10 óráig lehetséges a jogszabályok miatt. Zenés fiesta lesz. Ki meddig marad, jól érzi magát. Ilyen még nem volt itt mostanában szerintem. Hozzátette, több rendezvény ötletét is megfogalmazták, amelyek egyebek között a színházhoz, illetve a Városalapítás 70. évfordulójához kapcsolódnak.